Hajnok úr, tisztelt Vesteres úr, tisztelt Asszony, tisztelt Gyülekezet, tisztelt mindenkor. Magyarország kormánya 2013. október 29-én döntött a reformáció a Népbizottsági Jogolvásáról. A reformáció jelentőségteljes kulturális és történelmi örökséget hordoz magában, miközben jelteti az örökös megújulás gondolatát is. A bizottság célja méltó módon megünnepelni mindezt, és olyan programokkal megemlékezni a reformáció 2017-ben esedékes 500. évfordulójáról, mert mindenki az eljutatja az üzenetet, hogy miként teremtett új kezdetet Európában és Magyarországon a reformáció, és miként tud az általa érintett területeken ma is örökös megújulást hozni. Szellemi, lelki megújulásra van szükség. Ebben példa és erőforrás lehet a reformáció, mondta Orbán Viktor Magyarország miniszterelnök. Luther Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 tételét a Wittenbergi Vártánkon kapujára, mely reformos sorozatát eredményezte az élet minden területén. Luther fellépése átalakította Európa korabeli vallási értékét, megújította a hitvilágát. Reformátor gondolkodása azonban messze túlmutat a teológia határain. Luther és a későbbi reformátorok, illetve a reformáció hatása a politika, a gazdaság, a zene, a jogtudomány, az anyanyelv és a modern természettudomány kibontakozása, illetve átalakulása terén is tetten érhető. A reformáció nem pusztán a 16. század emléke. Egy közös örökség mindannyiunknak, melynek nélkülözhetetlen eleme a megújulás. A reformáció 2017-es jubileumban arra keresi a választ, milyen szerepet játszanak a reformáció értékei a mai korban. Hogyan tudunk belőlük meríteni? Szeretném önöket megismertetni a CDU-CSU állásfoglalásán néhány részletével, mely a reformáció hatása a jelenre és a jövőre protestáns kereszténydemokrata értékelésben címet kapta, melyet említett német pártok szövetségi közülésükön 2017. május 24-én Berlinben fogadtak el. Ez az év különleges alkalmat kínál arra, hogy újra tudatosítsuk a reformáció teljes kulturális jelentőségét. A reformáció ugyanis nem csak egyházi és teológiai esemény volt, hanem a német és az európai történelem egyetemes hatású eseménye, melynek máig érzékelhetően világmérhető következményei. A reformáció egyebek mellett olyan mozgalom, amilyen köztársadalmi befolyása volt az oktatásra, szabadságra és az emancipációs folyamatokra. Nem elhanyagolható részét képezi a szellemi örökségünknek és kulturális identitásunknak. A politika területén tevékenykedő protestáns keresztényekként kifejezetten erős érdekünk fűződik ahhoz, hogy a jeles jubileumhoz kapcsolódó és szükséges történelmi visszapillantás mellett, valamint a gazdag emlékezéseken és gondolati összegzéseken túl tudatosítsuk a reformáció jelenkori hatását, maradandóságának jelenlétét, de azt is, milyen impulzusok, ösztöntések adódnak ebből a gazdag örökségből a mai és jövőbeli etikai és politikai gondolkodásunk, cselekvésünk számára. Annak érdekében, hogy a reformáció napjainkra is megmaradó örökségéről megbizonyíthassunk, természetesen egyfajta kritikus, konstruktív folyamatba kell belépnünk, aminek mozdulatai között ott van az is, hogy tudatosan kapcsolódunk a reformációhoz. De ott van bizonyos tekintetben az elhatárolódás is, mint az ellentmondás, és legalább ilyen mértékben a kreatív továbbgondolás és az örökség továbbvitele. Mindezt jól nyomon követhetjük már nagy reformátorunknál is. Luther, olykor még ma is egy oldalon hívjuk Lutherzát, mint valamilyen sötét, középkori, felvilágosodás előtti ember, akinek semmiféle mondani valója sincs ma a számunkra. Az ilyesféle általánosítással szemben az intellektuális korrektség és a történelmi hitelesség parancsa az, hogy a manapság terjedő sokféle értékelés és megítélés közben megőrizzük a helyes arányérzéket,
és a differenciált megközelítést. A reformáció útjánulmát tehát akkor ünnepeljük szellemékez miattóan, egészen az evangéliumi elvek megfelelően, miszerint az egyházat mindig a Jézus Krisztusban a lényegi vonások értelmében kell reformálni, ha nem feledkezünk meg Ádám dalairól, és a túlnyomóan gazdag segítségeknek nyújtó impulzusairól, gyógyító értelmezési horizontjáról, maradandó, irányítható és kapcsoló gondokat kínáló perspektíváiról. Nem csak, hogy nem feledkezünk meg, hanem ezeket állandóan felhívjuk a figyelmet. A reformációnak mára is vannak fontos üzenetei. A reformáció központi üzenetei ma is sokat mondanak és jelentenek számunkra. Kiváltképpen a közösségi, társadalmi elkötelezettség területén, az etikában és a politikában. Minket is köteleznek ezek a felebarát szolgálatára és az emberhez méltó világ megvalósítására. A nagy reformátorokkal együtt teszük ezt magunk módján és eszközeivel, alázattal, és azzal a bizonyossággal, hogy mindenféle tökéletlenségünket, gyengeségünket és hibánkat rábízhatjuk Istenre. Nem önmagunk teljesítményünk, a cselekedeteink tesznek igazá Isten előtt, hanem egyedül a Jézus Krisztusba vetett hit. Ezt a felszabadító hitet pedig nem csak szívünkben bontakoztatjuk ki, hanem hatását és kisugárzását nyilvánosságra tesszük. Ez a hit őriz meg minket az illúziótól önmagunk felől, de ugyanígy az emberi mindenhatóság fantazmagóriáitól, az utópiáktól és a hamis ideológiáktól is. És ez a hit sültet minket a szívélyes és lelkismeretes tettekre. A legjobb megoldásokat keresi igyekszünk tehát pontosan és felelősséggel eljárni mind a társadalomban, mind az egyházban, mind a politikában. Tisztelt ünneplő közösség! Ebben az évben ünnepeljük a 450 éves magyar református egyházat is. Eredetileg Heinrich Bullinger, svájci reformátor írta meg 1562-ben az 1566-ban nyomtatásban is megjelent második helvéti hitvallás, majd egy évvel később, 450 évvel ezelőtt, 1567. február 24-én fogadta ezt el Debrecenben. A hitvallás nagyon gyorsan elterjedt Európában. A reformátusok mai napig is követik tanításait. A hitvallás elfogadásában nagy szerepe volt Milius Juhász Péter egyháztudósnak, gyors terjedése pedig a külföldön tanuló diákoknak köszönhető. Ecclesia semper reformanda, vagyis az egyházat szüntelen reformálni kell, mondja, tartja a mondás. A 16. században igencsak aktuális volt ez a mondat, mert elanyagiasodott és elkőstelenedett az egyház. Luther Márton nem egyházszakadást akart, azonban szerette volna bibliai alapokra helyezni az egyházat. A megemlékezésnek, az ünneplésnek ezzel még nincs vége. Ne felejtsük el, hogy a 17. század első évtizedében sorsfordító események történtek Európában, Magyarországon is. Emlékezzünk Bocskai szabadságra azért. A Habsburg Birodalom a 16-17. Század fordulóján évente több millió rajnai forint adósságot halmozott fel. Rudolf a 15 éves háború idején kívül kincstár problémáját, zsoldos vezérei és hadiszállítói kifizetését a magyar arisztokrácia vagyonának megszerzésével próbálta enyhíteni. Felségsértési és felségárulási pereket zúdítottak a magyar várok és vagyonosok családok nyakába, általában fő és jószág elfogzással, vesztéssel. A német és vallon zsoldosok által végigpusztított királyi Magyarország mellett elvészen vedett legyőn a háborúton, mely bátorúsi mondásai bemondása és visszatérése következtében állandó elháborúzni kellett. Jellemző, hogy a Habsburgok 1602-ben azt a Hosvei Istvánt is felbefogták és Prágába internálták, aki a Habsburg párti politika legfőbb erdélyi képviselője volt, és török ellenes oldalon léptette be a fejedelemséget a háborúba. Bocskai csak két év múlva engedték haza, Bocskai volt Mirtokaira.
A protestánsok iránt toleranciát mutató nyíksággal szemben Rudolf császár már a rekatolizálás módszerében nem vállalkozott. Habsburgok oszták és tájják tartományokban és Magyarországon is, ahol a reformáció kármista irányzat küzdött, de a felső magyarországi városok evangélikusok voltak, kezdetét vette az ellenreformáció. 15 éves háború során Rudolf főkegyüli jogával jelve nem egyesületben katolikusoknak adta protestánsnak testvéreit. Török életre menekült bűnösök nevében Bethlen Gábor arra biztatta bocskait, hogy álljon egy Habsburg ellenes felkelés élére, és ehhez a török szövetségét helyezte kilátásba. Amikor a Habsburg udvar le akarta tartóztatni felsősértés vágyával, szembeszállt a császári csatagokkal. Meggyőzte Németi Balázs és Lippai Balázs hajdukapitányokat, így a hajduk élén 1604. október 14-ről október 15-ére virradó éjjel Álmos és Ihar-Gyószeg térségében döntő győzelmet aratott a Percy János vezette császári sereggel. A bocskai október 15-e után bevonult Debrecenbe és Várra, illetve Kobajnál a hajdúseregek segítségével győzelmet aratott, majd bevonult Vassára is. Kelet-Magyarország is bocskai vezére került. A szabadságharc új vezére 1604. november 12-én Vassáról kiáltványban szólította fel a nemességet a csatlakozásra, amire a szabadságharc kiszélesedett. A kóborló hajduk és a hozzájuk csatlakozó elnyomott jobbágyok a Habsburg uralom ellen vívták szabadságharcukat. Hamarosan csatlakozó bocskai seregéhez az idegen zsoldosok darázálkodása és az erőszakos ellenreformáció miatt rázongó városi polgárság, köznemesség, sőt a főnemesség jelentős része is. 1605 végére Magyarországnak a töröktől elmefogadt része és Erdély a felkerülő örökkárban volt. Miközben a bocskait 1605. április 17-én szerencsi országgyűlés Magyarország és Erdély fejletni választotta. Rudolf végül tárgyalásokra kényszerült. Bocskai istékére hajlott, egyrészt azért, mert a szabadságharc eredményeit veszélyeztette a felkelők táborán belül hajduk és nemesek egyre éresedő ellentéte, másrészt pedig azért, mert nem akarta magát a török karjára vetni, ami pedig elkerülhetetlen lett volna a szakító Habsburgokkal. Török porta bocskai kérésére koronát adományozott bocskainak, ami előtt meg is koronázták. 1606. június 23-án megkötött Bécsi béke biztosította magyar rendjogokat és a vallásszabadságot, valamint Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyéket bocskai és Ivoándi utódai életet alkalmára Erdélyhez csatolta. Szeptember 24-én Rudolf király külön oklevelet adott ki arról, hogy Erdély és a Párci út bocskai Ivoándi élet származottainak hivatával sem száll vissza a koronára, és hogy a fejedelemnek és fiú utódainak átengedi Ugocsa, Bereg, Szatmár, Szabolcs vármegyéket, továbbá Tokaj várát minden tartozékaival, valamint Harcala, Bodrogkeresztúr és Olasz-Tiszta mezővárosokat. A szabadságharc győzelmének kihívói a hajdú zömét bocskai kiemelte a fölösülő fennhatóságról, és közösségi kívánságokkal, katonáskodási kötelezettséggel a hajdúvárosban, hajdúvárosokban telepítette le saját birtokait, ahol a székelyeket is biztosította korábbi kiváltságaikat. Ugyanebben az évben megkötött bocskai általában a zsitatológi béke a 15 éves háborúnak is véget vetett. Bocskai István haláláról az Erdély Szász Habsburg érzelmű szeveni Jarl Krausz így emlékezett meg. A Jámbor és Istenfélő fejedelem azon igyekezett, hogy minden oldalról békét és nyugalmat biztosítson a megszomorodott Magyarországnak és Erdélynek. A két császár, a német Rudolfot és a török Mahometet is ki akarta egymással békíteni. Az Istenfélő fejedelem ugyanis jól látta, hogy végül mi is következik az ilyen háborúból. El is rendezett volna mindent,
ha Isten hosszabb életet engem meg. Vagy mi nem értemeltük őt meg, hogy a gonosz világen kőhette a jántó fejedelmet, mondta Klaus. Tisztelt mindenki közösség, folyamatosan kell tenni érkezni. Isten király is azt akarta, hogy a magyar nemzet boldoguláson abban a tudatban, hogy Isten az Úr. Ezért mindent megtett, hogy ezt gyökereiben pogányért megismerve az élő Isten. Emiatt épülhettek templomok, érkezhettek misszionáriusok és alakultak a gyülekezetek. Isten boldognak akarta látni népét, ahogy ma is minden felelős vezető ezt szeretné. Ezért tett meg minden Szent István. Hisztük és reméljük, hogy ezért tesznek meg minden hazánk mai vezetői is. Fogalmazott Dács Péter, Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa augusztus 20-ai minden Isten tiszteletén. Az elnök püspök szerint talán beárnyék olyan háladás percét Jézus figyelmeztetése arról, hogy ami felépült, azt el is lehet veszíteni, azonban érdemes belegondolni, hányszor kellett ezt az 1000 éves hazát újjáépíteni. Voltak éppen észre kell vennünk, hogy mindennek ott van a szíve, ahova Jézus is megérkezik. Ami jeles évfordulók alkalmából köszöntöm a tiszteletű református egyház közösséget, a presbitérium és a gyülekezet tagjait. Kívánom, hogy mi tiszteletűek, keresztény emberek, tudjunk továbbra is együtt munkálkodni, teretünk és fejlődésére. Köszönöm a megtisztelést.